Köszöntöm a Hírháttér nézőit, folytatjuk évértékelő műsorunkat, amiben az önkormányzati tulajdonú cégekkel, cégek képviselőivel beszélgetünk az elmúlt esztendőről. Polhammer Jenő, a Movinov Kft. Ügyvezető igazgatója a vendégem. Tegeződni fog, már ismerjük egymást a kamerán kívül is, remélem vállalod így is a beszélgetést. Mivel foglalkozik a Movinov Kft., illetve mivel foglalkozott főleg 2017-ben? A Movinov Kft. Az önkormányzat megbízásából az önkormányzati ingatlanok kezelésével, azok fejlesztésével foglalkozik. A 2017-es évünkben is az egyik legfontosabb feladatunk az ipari park kezelése volt. Hozzánk tartozik a körülbelül 500 lakás és üzlethelység, aminek az önkormányzata tulajdonosa. Ezek egy része szociális bérlakás, egy része szakemberlakás. Ezen kívül foglalkozunk saját fejlesztésű ingatlan projektekkel, valamint pályázatok projektmenedzsmentjével, ami szintén az önkormányzattal közös feladatunk. Ha százalékokat kellene mondani, akkor mik a legfőbb, melyik ezek közül a fő tevékenység, amivel dolgozatok el? 2017-ben a legfontosabb talán az ipari park fejlesztése volt, ez a Movin Park. Ott kell ez alatt érteni. Erre nyert az önkormányzat 300 millió forintot, és ennek a pályázatnak a megvalósítása elég jelentős feladatot rótt ránk. Hogyha ez volt a fő projekt, akkor ez hogyan valósult meg? Tehát miben látszik ez, vagy hogyan kell ezt értelmezni, vagy sikeres megvalósulás? A Movin Parkba még induláskor magántulajdonosok, az önkormányzat és a Movinov Kft. Közösen volt tulajdonos. A terület értékesítése nagyon jól haladt, és egy 8 hektáros tömb maradt, amit nem tudtunk egybe értékesíteni. Ez a egyes úthoz közeli területeket értem ez alatt. Itt az induláskor az volt a terv, hogy ide majd valami nagy kereskedelmi egység fog települni. Aztán az évek úgy hozták, hogy főleg a válság után ezekre nem volt kereslet, és akkor azt találtuk ki, hogy ezek helyett is inkább kisebb telkeket alakítanánk ki, ezekre volt nagy kereslet. Szerencsésen találkozott ez a tervünk az egytopos pályázattal, mert annak keretében meg tudtunk valósítani, itt feltárótakat építünk, ezek egy részét már megépítettük, egy részét még 2018-ban fogjuk megépíteni, ezekhez tartozó közvilágítás építéseket és közmű építéseket tartalmazta a pályázat. Az önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek fenntartása, az mekkora terhet ró rátok? Mert igazából ott egyfajta ingatlan kezelő funkciótok van, ha jól értelmezem. Hát meglehetősen sok feladatot adnak. Ezt mondom, így körülbelül 500 lakás és olyan 100 üzlethelyiség, aminek a bérbeadása, mindenféle problémája hozzánk tartozik. Két kolléga van, aki csak ezeknek a napi ügyeivel foglalkozik. Hát itt azért elég gyakori a bérlő változások, főleg a szociális bérlakások terén, és elég sok felújítási, karbantartási munkát igényelnek ezek a lakások. Az üzlethelység oldalon egy viszonylagos állandóság van, ott jelenleg szerencsére magas a kihasználtsága az üzleteknek, és általában hosszú ideig bérlők azok, akik ott üzletet működtetnek. Ez mennyire publikus adat, hogy ez mekkora értéke a városnak, amit ti kezeltek, gondoztok? Tehát ez az a város vagyona tulajdonképpen. Gyakorlatilag abból egy jelentős részt, tehát milliárd fölötti vagyonnal rendelkezünk, és az önkormányzat eljutott oda szerencsére, hogy korábbi években folyamatosan ingatlan értékesítésekről volt szó. Ezek nagyon lecsökkentek, és gyakorlatilag inkább bővül a lakások köre. Itt főleg a szakember lakásokra kell gondolni. Ez a városnak egy kiemelt célja, hogy a szakember lakások arányát növelje az ingatlanokon. Mit jelent ez a szakemberlakás? Többször hoztam ezt a szót, nem biztos, hogy mindenki érti. Így van. Mit akar ez a fogalom?
gyakorlatilag itt olyan emberek a bérlői ezeknek a lakásoknak, akik az önkormányzat vagy a városban működő olyan közszolgáltatóknál dolgoznak, itt érteni kell ez alatt a rendőrség, katasztrófavédelem, kórház dolgozói, iskolák dolgozói, pedagógusok, vagy az önkormányzat dolgozói bérelhetnek így lakást, ezek egy fix időre szólnak. Nagyon gyakori most az, hogy a keleti ország részből érkezik szakember a városba, és őnekik ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy induláskor az elhelyezésüket meg tudják oldani. Ezek tehát piaci árakon lehet ezeket bérelni, ezeket a lakásokat, vagy ennek van másféle jelentősége, nem elsősorban ez a dolog, hogy piacon árakon értékesítik. Rendeletbe szabályozott árakon tudjuk ezeket bérbe adni, ez jelentősen kedvezőbb, mint a piaci ár. Én azt gondolom, hogy körülbelül a piaci ár felé ér tudnak így ezek a városban dolgozó emberek lakáshoz jutni. A szociális lakások pedig, bérlakások pedig mindig egy ilyen elég sarkos pont. Tehát tudom, hogy nagyon sok, nagyon-nagyon váró is tegyek, aki szociális bérlakásba szeretne jutni. Így volt ez 2017-ben. Egyáltalán rajtatok múlik-e az, hogy ki juthat ilyen lakáshoz? Ez nem rajtunk múlik, ez az önkormányzathoz kell benyújtani a kérelmet, és ebben a dologban nincs változás, tehát több éves váró listák vannak, míg valaki be tud kerülni szociális bérlakásba. Ezeknek egy része nehezen bérbe adható, kevésbé frekventált helyen lévő lakás. Hát ezeknek a kezelése is nagy odafigyelést és sok munkát igényel. Arról van milyen statisztika vagy adat, hogy hasonló mértékű városokhoz képest Moson-Magyaróváron mennyi a bérlakások aránya, illetve hogy ez megfelelő számú-e az összevetésben? Ha mondod, hogy nincs, akkor én ezt tudomásul veszem, csak érdekelnek körül, hogy mi ezen a téren hogy állunk országos viszonyban. Hát konkrét statisztikát nem tudok, jó pár városnak tudom az adatát, ahhoz képest szerintem Moson-Magyaróvár a lakossághoz, számhoz képest viszonylag magas a bérlakások száma. Ez nem egy kötelező önkormányzati feladat, tehát ez egy önként vállalt feladat volt az önkormányzatok részére. Ugye 1992 óta, amikor megkapták az önkormányzatok a lakásállományt, nagyon sok olyan város van, ahol szinte teljesen eladták a lakásokat. Hát Moson-Magyaróváron is ennek a többszöröse volt a lakásszám, hát mára ez a kb. 500 lakás maradt. 2018-ban mik lesznek a legfőbb célok? Fogalmaztok el már megveletek szemben különféle elvárásokat? Már leadtuk az üzleti tervet a 2018-es évre vonatkozóan. Ami a saját projektünk, az kisebb mértékű társasházépítésbe is belefogott a Movinov Kft. Már korábban is. Ennek a sikerén felbuzdulva ezt 2018-ban is folytatni szeretnénk. Egy 24 lakásos tömböt építünk a Vágóhíd utca és a Ladik utca közötti területen. És talán a legnagyobb érdeklődéssel kísért fejlesztés az pedig az önkormányzattal közös a Kiserdő út melletti területnek a fejlesztése, ami 2017-ben már elindult, és 2018-ban el fogunk jutni területek értékesítésére is. Itt különböző tehát önálló családi házas ingatlanok és társasházas ingatlanokat is alakítunk ki, és ezeket licit útján fogjuk értékesíteni. Itt vagyunk a műsoridő vége felénél, és mondtam, hogy ha már itt vagyok, akkor beszéljünk egy másfajta témáról is, ami inkább személyesebb. Közelmúltban volt tisztító közgyűlés a Moson-Magyaróvári Vízisport Egyesületnél, és téged választottak az új egyesületi elnöknek. Milyen érzések vannak most már egy 2-3 héttel a beiktatásod óta? Szóval, hogy mit vállaltál? Tudod-e, hogy mit vállaltál? Nyilván tudod, de hogy mégis milyen érzés ez most? Hát valamennyire benne voltam az egyesület életében, két nagyobbik gyerekem evez, és így ismertem valamennyire az egyesület életét. Az előző elnök úr az elfoglaltságai miatt bejelentette, hogy leszeretne mondani, és akkor jött ez a megkeresés, hogy vállaljam el az elnöki feladatokat. Nagyon szeretem az egyesületet, mert egy nagyon jó
szülői összefogás valósulott meg. Több mint 100 gyerek jár sportolni, és azt gondolom, hogy példaértékű, ahogy a szülők összefognak, és társadalmi munkában mindenféle feladatra kaphatóak, úgyhogy mik lesznek az elsődleges feladatok, vagy mi az, amit látod, hogy oda bele kell nyúlni, és aztán valamit tenni kell? Vannak ilyen problémák? Hát vannak, már előttünk van egy elnyert pályázat, aminek 2018-ban meg kell bővíteni a jelenleg használt ingatlant. Ennek egy 30 millió forintos támogatást nyert az Egyesület a Kajak-Kenu Szövetség által. Ennek a tervezői egyeztetése zajlik most, és az engedélyezés után ez tavasszal indulni fog a beruházás. Mi fog bővülni? Ezt lehet itt konkrétan tudni, vagy megvan, hogy hogyan növekszik, vagy alapul hát a csónakház? A csónakház területe bővül, további öltöző, további vizes blokk, és egy ilyen konditerem bővítés is megvalósul. Aki ismeri a jelenlegi körülményeket, az tudja azt, hogy meglehetősen szűkös a jelenlegi, úgyhogy azt gondolom abszolút ráfér az Egyesületre. De te is karácsonyi vendég vagy így advent időszakában, ti hogyan karácsonyoztok? Ez is ilyen személyes jelenkérdés, mert meg szoktam kérdezni a vendégeimet. Hát a családban nálunk ez mindig nagyon, hogy mondjam, összehozza a családot. A most középső gyerekem jár a piarista iskolába, úgyhogy ott is ugye erre nagy hangsúlyt fektetnek. Úgyhogy a szentmiséken is részt veszünk, és a testvéremmel, szüleimmel ilyenkor mindig próbálunk olyan napokat találni, amikor nálunk is összejövünk, testvéreméknél is összejövünk, úgyhogy ilyen... Meghitt és családi. Igen. Hát ez a kis beszélgetésünk is elég ilyen meghitt hangvételű volt, jó halkan beszélgettünk. Érdekes ez. Polhammer Jenő, a Movinov ügyvezető igazgatója volt a mai évértékelő adásunk vendége. Köszönöm, hogy bennünket választottak, kollégáim nevében búcsúzom, viszontlátásra!